Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Szép jó estét mindenkinek. Az elmúlt héten ugye végigvettük, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, asszály idején, a medánnapi esőzések után, a különböző növényi kultúrákban. Egy dologról viszont ugye lejárt a műsoridőnk, nem beszéltünk, az állattenyésztési ágazat helyzetéről, ami nagyon-nagyon fontos és meghatározó, hiszen ön személyesen is tudja, tejtermelés is mennyire fontos hazánkban. Vegyük úgy, hogy most erre lesz idő. Nézzük meg, hogy mi történt az állattenyésztési ágazatban az elmúlt hónapokban, hiszen ha valamelyik ágazatot, akkor az állattenyésztési ágazatot azért csak-csak megviselte a pandémia. Az állattenyésztési ágazatot igen, megviselte a pandémia. Pár dolognak a behozatala csúszást szenvedett, de igazából a takarmánygyártók és ellátók, a gyógyszerforgalmazók mind pótolták ezt az időleges hiányt, és azt kell mondani, hogy az állattenyésztés ellátása alapvetően nem szenvedett csorbát, és vonatkozik el a tej kiszállításra is, ami egyrészt ugye a hazai szállítások nem voltak korlátozva, a kifelé menő spot tejek pedig időlegesen voltak korlátozva, tehát nem zúdult rá Magyarországra sem külföldi, sem pedig a hazai spot piacon levő tejmennyiség, és ezért a tej ára stabilan jövedelmező szinten van. Tehát nincs nagy hullámmozgás, különösen nincs a szerződést kötött gazdák vonatkozásába, tehát akik akár az alföldi, akár más mizó, és hogy ne soroljam, tolna tejekkel és más magyarországi tejfelvásárlókkal kötöttek megállapodást, azok köszönik, megvannak. A szerződésekben rögzített árak és azoknak a kifizetése megtörténik. Tehát nem voltak csúszások, nem voltak kifizetési anomáliák, nem voltak átvételi anomáliák. Tehát a tejtermelés, azt kell mondani, hogy egy stabil állapotot mutat, és ha még ezt hozzátesszük, hogy a áruházláncok polcain is megtalálhatók a magyar tejek, darabszámba, mennyiségbe is kellő mértékbe, emlékszünk, amikor még különféle szlovák UHT tejekkel voltak teli a ezen áruházláncoknak a polcai, ezért a felvevő piac szívó hatása is ilyen értelemben megmaradt. Ebbe nagyon sok mindent tett a minisztérium, az Agrárgazdasági Kamara, a Tejterméktanács, és számtalanszor azok a mezőgazdasági műsorok, az Agrárinfo is, amikor ezeknek a területeknek a szereplőit megszólaltatva formálta a vevőknek és a vásárlóknak a tudatát a magyar tej irányába, és köszönet ezért mindenkinek, hogy Magyarországon eljuthattunk idáig, hogy egyszer nem azt kell mondani, hogy a tej bizony nagy tejtermelők nagy veszteségeket szenvednek el az állami támogatások ellenére, hanem azt, hogy a meglevő támogatások és átvételi árak arányban vannak egymással, és jövedelmező tejtermelést lehet folytatni. A helyzet, a sertés és más ágazatok vonatkozásában azért már cizelláltabb. A sertés igen magas és jó áron kezdett a pandémia előtt, ugye minden idők legnagyobb sertés árait könyvelhettük el, és bizony különféle begyűrűző hatások miatt bizony a sertésnek az ára most már a jövedelmezőségi szint körül, vagy az alatt kezd mozogni. Nyilván ez is egy hullámmozgás, de bizony a sertés tenyésztőkre és hizlalókra oda kell figyelni, kamarának is, a szakmaközi szervezeteknek is, minisztériumnak is, hogy bizony ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy
az egyébként is Magyarországon nem a sokmillió számokat mutató sertésállomány még tovább csökkenjen adott esetben. Tehát mindenképpen a baromfi tekintetében pedig ez a baromfi influenza, ez pedig szinte mindent vitt, különösen a vízi szárnyasok tekintetébe. Tehát a pandémia csak egy kicsi kísérő jelensége volt annak, ami problémát okozott a baromfi ágazatba, a baromfi influenza, és hát nagyon-nagyon örüljünk neki, és köszönet az állatorvosoknak, hogy házi sertésbe, az afrikai sertéspest is nem fordult elő, bizony látjuk a térképeken, hogy a fertőzöttség a vadon élő sertésbe, a vaddisznóba bizony elég magas. Az északi középhegység vonatkozásába, a keleti megyék tekintetében, de még házi sertésbe szerencsére nem volt semmiféle ilyen regisztráció afrikai sertéspest is tekintetében, hiszen az nagyon-nagyon nagy csapást jelentene a magyar sertéstenyésztésre és a magyar gazdára. Itt lép be a képbe egyébként szintén egy gondolatsor, amelyről röviden már beszéltünk az elmúlt adásban, az ászlók, tehát a magyar termék megbecsülése, és annak kifejezése a pultokon, hogy a zászlók bizonyítsák, hogy az bizony magyar termék. Azt hiszem, hogy ez egy ismét egy előrelépés, hiszen erre már volt példa. Igen, többféle próbálkozás volt arra, hogy különféle védjegyekkel, jelzésekkel tájékoztatni lehessen a fogyasztót, de szerintem ez a zászlókitűzés, ez az egyik leglátványosabb, leginkább vizuálisan látható jelzés annak, hogy milyen országból származik az a sertéshús, marhahús, és hát ne soroljak mindenféle húsféleséget. Igenis lehetősége van a fogyasztónak tudatosan választani a minőségi, minden minőségi paraméternek megfelelő magyar sertés iránt. Ezzel nem azt mondom, hogy a külföldi sertés nem felel meg számtalan paraméternek, de ha csak azt mondom, hogy több ezer kilométert szállították, és ez önmagában időbe telik, hát nem mindegy, hogy egy 20-30-40 kilométerre levő vágóhídról kerül be bármelyik nagyáruház polcára a sertéshús, vagy pedig fél Európát körbe kamionozva, mert Spanyolországból érkezik, Németországból érkezik, Franciaországból érkezik, hagyne Dániából, tehát hagyne soroljam ugye azokat a részeket, ahonnan azért, vagy országokat, ahonnan szoktak beérkezni, ugye különféle húsok. Hát azért nem mindegy a magyar vásárlónak sem, hogy milyen élelmiszer egészségi biztonságban van, még ha félreértés ne essék, ezek alapvetően egészséges húsok, de a magyart választva egészen biztos az. Így van. No, megérkeztünk a következő témakörünkhöz. Több évtizedes, nagyon komoly adósságát törlesztette a kormány azzal, hogy felszámolták az osztatlan közös földtulajdont. Végre. Ugye nagyon sokat beszéltünk erről, de most már ugye tudjuk, hogy ez itt volt az ideje. És a cél az volt, hogy a rendszerváltás követő földprivatizációs eljárások eredményeként úgy jött létre az osztatlan közös földtulajdon, hogy ez tűnjön el, hiszen ez nem volt jó senkinek. Egyáltalán nem volt jó senkinek. Ez a privatizáció, a termelőszövetkezeteknek a felbomlása, egy nagyon-nagyon rossz hagyatéka. Majdnem azt mondtam, átkos hagyatéka, de az átkos szót másképp is szoktuk használni. Tehát egy nagyon rossz hagyatéka, amiben az Agrárgazdasági Kamara kezdettől fogva élen járt ennek a segítésébe, támogatásába, hogy ez mindenképpen megszűnjön, hogy a pilot projektek is ebbe jelentek meg, kimérési lehetőségeket is ingyen megkapták a osztatlan közös belevők, de látszott, hogy áttörő sikert
nem értünk el. Tehát azok a módszerek nem váltották be a hozzájuk fűződő reményeket, és nem ütötte át a gazdáknak azt az inger küszöbét, hogy ez megoldódjon. Ezért ugye a kormányzat és a minisztérium most egyértelműen tett olyan javaslatokat a törvényalkotók asztalára, amivel megoldásnak az útjára léphetünk. Ugye sok, nagyon-nagyon egyszerűsödött az osztatlan közös felszámolása, egyszerű többséggel meg lehet valósítani. A osztatlan közösben minden egyes négyzetmétert el kell osztani. Nem lehetnek ilyen mini négyzetméterek, mint amik voltak, hogy pár négyzetméterre gyakorlatilag hat tulajdonos is volt, mert osztottak, ahogy ugye az örökség tárgyát képezték. Tehát megvan adva, hogy egy hektárnál kisebb nem lehet a szántó, megvan adva, hogy mennyi lehet a gyümölcsös, tehát azt hiszem 1500 négyzetméter a legkisebb terület. Tehát a lényeg az, hogy minden egyes olyan birtoktestnek, ami egyáltalán a gazdálkodás szempontjából szóba jöhet, tulajdonosának kell lenni, akik nem érhetők el. Ott vélelmezni kell a ismeretlenséget, ez 120 év a születéstől számítva, tehát ugye ha valaki örökös nélkül halt meg 120 évnél tovább, nagy valószínűség szerint ugye nem élt, és akkor az államra száll, és onnan kerül visszaosztásra, szétosztásra. Mindenhez természetesen anyagi kötelem is társul, tehát igenis meg kell egyezni annak, akinek olyan kis területe van, hogy felosztásra kerül. Ezt kaphatja természetesen a körülötte lévő legnagyobb birtokos, és egyébként egy nagyon fontos eleme van, most itt a sorrendiséget nem akarom végig sorolni, hogy amennyiben nincs megegyezés, akkor a legfiatalabb gazda kapja. Tehát a fiatal gazdáknak egy bizonyos támogatása, hogy nem megegyezés esetén ezeket a reszli területeket a legfiatalabb gazda fogja adott esetben birtokolni, tehát nekik is bizonyos előny és lehetőség múlik, és azt hiszem, hogy ez valami számomra egy fantasztikus történelmi pillanat, amikor kimondjuk valamilyen rendelkezésbe, hogy bocsánat a szóhasználat, én nem a fiatalok közé tartozik, azok, de nem a legidősebb, nem a legfiatalabb kapja. Igen, a jövő érdekében. A jövő érdekében, és én, aki rendkívül erőteljesen fiatal gazdapárti vagyok, hirdetem mindenütt, hogy igenis ez nem csak szakma, nem csak hivatás, hanem életforma, és egy csodálatos életforma. Nagyon-nagyon örülök ennek a rendelkezésnek, és mivel jövő év elejétől nagy ütembe fognak megszűnni ezek a osztatlan közösök. Ha bármi gond, probléma, működési rendellenesség felmerül majd a végrehajtás során, akkor kérem is a gazdákat, hogy jelezzék az Agrárgazdasági Kamarának, mi kapcsolatban vagyunk a minisztériumban méghozzá, majd, hogy nem napi kapcsolatba, és tudjuk továbbítani azokat az anomáliákat, amik esetlegesen felmerülhetnek, mert, ahogy szokták mondani, a puding próbája az evés, ennek a osztatlan közös megszüntetésének a gyakorlat, és ha bármi rendelkezést akadályozó tényező, egyéb jogszabály felmerülne, akkor azt igyekszünk villámgyorsan megszüntettetni, hogy ez minél előbb megvalósuljon a gazdák és valamennyünk örömére és hasznára. Igen, hiszen a jövő a tét, mint ahogy a közös agrárpolitika meghirdetett változása is a jövőt szolgálják, de hogy milyen szinten és milyen módon és mi a legfontosabb az uniónak 2021 és 27 között. Ugye azt tudjuk, hogy az uniós költségvetés csak nem 30%-át költi mezőgazdaságra, pontosan 28,5%-ot, viszont ez negatív, hiszen a reál értékben ez csökkenést jelent, majdnem 15%-ot, éppen elég felzúdulás követte eddig is.
Mi a legfontosabb a kapreformban Magyarország számára? Mit kell erről tudnunk? Először is azt kell tudnunk, hogy még a uniós résztvevők, országok résztvevője, miniszterelnökei megbeszéléseket tartanak jelenleg is, és reméljük, hogy adásunk idején már valamiféle egyezség is születhet a tekintetben, hogy mennyi legyen a befizetés. Az úgynevezett, ugye ez a legfontosabb kérdés. Ez a legfontosabb kérdés, mert amit befizetnek, azt lehet szétosztani. Tehát ugye az úgynevezett GNI, ami a GDP és GNP bizonyos fokú utóda, és azt mondják a közgazdászok, hogy jobban, reálisabb mutatja egy ország fejlettségét, pénzügyi lehetőségeit. A GNI befizetés jelenleg úgy néz ki, hogy javaslatok vannak 1,08%-ra, és 1,11,4%-nek a befizetésére, és ez ugye már az összköltségvetés tekintetében nem kevés pénzt jelent, hiszen 1279 milliárdot jelent az egyik olvasatban, ugye a nagyobb vonatkozásban, és 1244 milliárdot jelent a alacsonyabb vonatkozásban. Vannak olyan elképzelések is, hogy ne csökkenjen a harmadik elem, ugye a mezőgazdaság és a tengerpolitika, mert ez egy kalapban van, hogy emeljék akár 1,3%-os befizetésre is a GNI-t, hogy inkább növekedjen ugye a kapreformba levő pénzügyi lehetőség. Én ezzel most nem kívánok foglalkozni, hiszen ezt majd eldöntik a miniszterelnökök, és erre hivatott országvezetők, hogy mennyi lesz a befizetés. Viszont de fontos, hogy miként érinti ez hazánkat. Nagyjából az látható, hogy ez a harmadik csomag, ez olyan 365 milliárd eurónyi összeg lesz, azokat a számokat és százalékokat is figyelembe véve, amit főszerkesztő úr említett. Ez fog ugye két részre oszlani, természetesen az európai garanciális alapra, ugye az úgynevezett földalapú támogatásokra, és az európai mezőgazdaság és vidékfejlesztési alapra, amiben AKG-tól kezdve sok minden benne van, most nem húznám az időt ennek a felsorolásával. Van még egy 10 milliárdos rész az úgynevezett Horizont programba, de az egy más csomagban van, de ugyanúgy a mezőgazdaságot érinti. Mit jelent ez Magyarország vonatkozásában? Ha az eredeti költségvetési részt néznénk, amit a legelső tervezet szerint kiadtak, akkor a garanciális alap 16%-kal, a vidékfejlesztési alap 26%-kal csökkenne. Na, ez ellen lépett fel Magyarország a leghatározottabb módon. Hát most gondoljunk bele, hogy az Európa Uniós támogatás 16 és 26%-os csökkentése milyen óriási kiesést jelentene a magyar gazda számára. Az már más kérdés, hogy a úgynevezett Green Deal zöld vonal alapján ezeknek a támogatásoknak is nagy része különféle fűnyíró elv szerinti növényvédőszer, műtrágya és egyéb környezetvédelmi feladatokhoz lenne kötve. De ez egy egészen más terület és gondolatmenet, részben már itteni műsorban is foglalkoztunk vele. Viszont egy teljesen más stratégiai elv mentén lehetne akkor ezt a pénzt elosztani. Teljesen abszolút más stratégiai elv mentén lehetne. Ott is Magyarország folyamatosan kiáll az mellett, hogy a fűnyíró elv nem
használatos megoldás, az azoknak, az országoknak okoz előnyt, és nem kevés előnyt, ahol mérhetetlenül magas akár a növényvédőszer, akár a műtrágya, akár pedig más anyagok felhasználása, vagy pedig állategység tekintetében, mondjuk Magyarországon egy hektárra fél nagy állategység esik, addig más országokban 3,8, és hagyd ne soroljunk környezetterhelés szempontjából minden országot, de azt jelenti, hogy sokkal nagyobb az egységre jutó állategység, és az ezzel járó kitettség is. És amikor kimondjuk azt, hogy 30%-nak kell védetnek lenni valamilyen módon a szántóterületnek, ebből 10%-nak kiemelt védetnek, akkor csak meg kell említenem, hogy Magyarországon jelenleg 20% a szántóterületnek, 20%-a a Natura 2000. Nem 10, mert a Natura 2000 az kiemelten védett, hanem 20. És a egyéb védettség és Natura az 22. Tehát látszik, hogy Magyarország, és ezt hangsúlyoznunk is kell, a magyar gazda zöld gazda. És bizony ezt érvényesíteni kell mindenképpen, nem beszélve arról, hogy amit szoktam többször említeni, az most a réteg, legelők vonatkozásába nagyon erőteljesen megmutatkozik. Azt például, hogy felmérést végeztek a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, ahol kiderült, hogy a legelőink egy harmada nagyon-nagyon rossz állapotban van. A másik egyharmad az alacsony termőképességgel és leromlási folyamatban van, és legfeljebb az utolsó egyharmad az, amelyik úgy, ahogy még elfogadható állapotszintet jelent. Miért? Mert ugye a különféle környezetvédelmi előírások, a KG, nem engedi semmiféle szerves anyag pótlását a legelőn. Tehát az a hagyományos gondolat, amikor annak idején az egy szekér, a trágya a legelőre elf működött a falusi közösségekbe, minden egyes, ugye kiártak az állatok a legelőre, méghozzá a községi, meg egyéb tulajdonú legelőket értem alatt, kondáktól kezdve ugye marháig, minden egyes gazdának évente egy szekér trágyát kellett, vagy volt illő felajánlani a közlegelőkre. És pótolta nem csak a tápanyagot, mert itt van a legfontosabb, hanem a szerves trágya talajjavító is. Jelenleg ugye a gyepeink azért romlanak le, mert állandóan az állattaposással tömörödnek, kiszorul belőle a levegő, nem szabad semmiféle tevékenységet rajta folytatni, ami a szellőztetés jelenteni. Vannak speciális eszközök. Én a mélylazítást, vagy a közép mélylazítást a legelőn semmiképpen nem úgy gondolom el, mint a szántóföldön. Világos. Tehát nem kell ehhoz összevágni, és különféle boronákkal, láncos boronával, mással, pedig szét kell a trágyakupacokat szórni, amit ugye a legelő állat ott hagy. Tehát a legelő gondozása mindenképpen egy fontos dolog. És ilyenkor jön elő az, amikor azt szoktam mondani, és én nagyon tisztelem a környezetvédőket, nagyon fontos dolgot tesznek, valóban a földünk megmentése és a fenntartható mezőgazdaságnak a megvalósítása egy rendkívül fontos rész, viszont sokszor városi emberek akarják megmondani a gazdának, hogy mi a környezetvédelem, és mi a jó. És a legelőbe ez nagyon pontosan megmutatkozott, hogy nem akartuk a hagyományainkat, az eddigi technológiánkat tudomásul venni, hanem kénytelenek voltunk megerőszakolni magunkat, hogy hát egy gyepet
mivel az ősgyep lesz, nem lehet semmiféle módon a talajszerkezetet javítani, nem lehet semmilyen módon természetes alapanyagú rágyát kivinni, tehát tápanyagot pótolni, ez elképesztő, és sajnos az eredményei nagyon erőteljesen mutatkoznak meg, tehát az lenne a szerencsés ezekbe a rendelkezésekbe, hogy környezettanulmányt végezni, hatástanulmányt végezni, és megkérdezni a gazdát, és megnézni azokat az elődöknek a munkáit, akik nem akarták és nem is rombolták a környezetüket, úgy, ahogy a mai gazda sem kívánja ezt tenni. Hát én bízom benne, hogy eljön ez az idő. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! Thank you.